győzelem, gól, gól, passz, Ebel felsőház a rájátszásba, és a 22. születésnapod, nem akármilyen nap, hogy látod? Így van, ez óriási, hogy egy ilyen napon tudtunk nyerni, és ez mindent megértelme, jobb ajándékot nem is kérhettem volna. Elképesztő meccset játszottatok, ugye úgy mentetek fel a harmadik harmadra, hogy még hátrányban voltatok, aztán feljöttetek, és hát megfordítottátok, nem is akár, hogy mi történt itt a harmadik harmadban. Igazából aki végigkövette az egész szezonunkat eddig, az tudja, hogy a harmadik harmad az erősségünk volt, hál' Istennek, és volt már rá példa, hogy három gólos hátrányt tudtunk ledolgozni. Most ez történt, hál' Istennek, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ezt meg tudtuk tenni. Tényleg le a kalappal mindenki előtt. Azért vannak sérült játékosaink, vannak olyan játékosok, akik betegek. Nem a 100%-os keretünkkel álltunk ki, de én azt gondolom, hogy így még édesebb ez a győzelem. Nagyon rég tudtunk a Salzburg ellen nyerni, ez jó csapat, mindig jó, akit játszanak, nagyon agresszíven jöttek az elején. Kicsit bizonytalanak is voltunk az első harmadban, aztán szerencsére sikerült a másodikra egyre jobban felpörögni, és óriási lelkierővel a harmadikba vissza tudtunk jönni, és meg tudtunk nyerni a meccset. Szezon elején mi volt a célkitűzés valójában, és mi volt, amit a fejetekben úgy gondoltatok, hogy el is tudtok majd érni? Top 6, tehát ez volt a célkitűzés, ez volt a... Igazából minden szezon alatt azt gondolom, hogy van kétfajta célkitűzés, az egyik az optimistában, a másik pedig inkább a realistában. Hál' Istennek most az optimista része jött össze, hogy top 6-ba kerültünk, de még egyszer hangsúlyozom, akkor sem lennénk letörő, hogyha az alsóházba vitézkednénk, de hál' Istennek most biztos playoff-val tudunk egy kicsit talán jobban készülni a rájátszásra. Mindenképpen az, hogy a top 6-ba kerüljünk. Hát ez egy nagy dolog, hogyha a top 6-ba tud kerülni az ember, mert itt utána a középszakaszban azért bármi történhet, és az a jó, hogy jó okit tudunk átvinni a középszakaszra. Úgy gondolod, hogy egyébként erőn felül teljesítettek ebbe a szezonba eddig? Ha teljes keretünk van, 100%-os keretünk van, akkor azt hiszem, hogy van közünk mondjuk, ha igazán realisták akarunk lenni, akkor én azt gondolom, hogy az ötödik helytől a tizedik helyig tudnám besatszolni magunkat. Ugye nagyon sok csapatnál vannak sérülések, vannak formahanyatlások, nálunk is voltak, de a mostani kerettel azt gondolom, hogy még egyszer hangsúlyozom, akik nem tudtak most részt venni a mérkőzésen, illetve kisebb, nagyobb sérülésekkel bajlódnak, azon kívül most erőn felül teljesítettünk, azt hiszem. És mikor éreztétek melyik meccs után, hogy ez meg is lehet a végén? Én úgy érzem, mikor az a jó szériánk volt decemberben, akkor éreztük azt, hogy itt van keresnivalónk, és szerencsére januárban is tudtuk folytatni az jó játékot, és így tudunk meccseket nyerni. Mit emelnél ki a csapat legnagyobb erősségeként? A harmadik harmadokat, meg azt, hogy visszajönk egy-két gólos hátrányból, az nagyon nagy karakterre mutat. Akkor most arról beszélünk, hogy mi az oka annak, hogy a harmadik harmadokba itt vissza tudtok jönni, amiért ilyen erős, és nem fáradtok el a harmadik harmadba, se fejbe, se fizikálisan. Hát azért köze van a szerencsének is, azt gondolom, hogy egy korai gól a harmadik harmadot teljesen meg tudja változtatni a meccs kimenetelét. Most is ez történt. De összességében talán az, hogy sokkal több gólt lövünk az idei mérkőzéseken. Tehát tudjuk azt, ha egy-két gólos hátrányban vagyunk, akkor nincsen semmi gond, mert szoktunk 4-5 gólokat lőni egy-egy meccsen. Tehát valahogy az benne van az ember tudatában, hogy lesz még itt gól, és lesz még hazai, illetve fehérvári gól. Ugye ebben voltak a felsőházban, azzal együtt megvan a negyed döntés, mire lehet képes ez a Fehérvár felsőházban? Most egyelőre ezzel nem akarok foglalkozni, most van egy hét szünet, hál' Istennek, válogatott szünet, egy kicsit mindenki kikapcsolódhat a családjával, barátokkal, úgyhogy térjünk erre vissza egy-két hét múlva. Lesz majd kis ünneplés, már csak a szülinapod miatt is? Hát csak egy pici, aztán a jövő héten már készülünk a középszakaszra. Ugye nemrég nyertetek Magyar Kupát, most megvan a playoff felsőháza, Stipsitz Bencének ugye még ma szülinapja is van, tőle már kérdeztem, hogy belefér egy kis ünneplés, neked belefér. Hát a sütit azt várjuk tőle, nem, viccet félretéve. Én azt hiszem, hogy a Magyar Kupa döntő is egy olyan állomása volt a mostani szezonunknak, ami erőt adott nekünk. Tehát ott is egy kicsit a karakterünket tudtuk formálni azzal, hogy ugye ott is folyamatosan hátrányban voltunk egy-egy gólos hátrányokban, és megtaláltuk az utat a győzelem felé, úgyhogy nagyon örülünk a kupának, és nagyon nagy kincsben van az idei szezon során, és annak is örülünk, hogy top 6-ba kerültünk.